Na, sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, és a mai videóban ismételten Brawl Stars-ozni fogunk, de nem akárhogy, mert végre életemben először Brawl Stars-ozni fogok egy telefonról, nem pedig számítógépről, ami egy hatalmas változás lesz az én életemben, illetve a csatornában is. Viszont ez azt jelenti, hogy innentől kezdve az overlay-em is, azaz a videó kerete is megváltozott, ami számomra Tornádó készített el, aki szintén készít Brawl Stars-os videókat. Ha valaki nem ismerné Tornádót, akkor csatornájának a linkje lent a leírásban, mindenféleképpen csekkoljátok le, mert volt olyan rendes, és megcsinálta nekem ezt a keretet, szóval csekkoljátok le a csatornát, ha nem ismernétek. Na de akkor térjünk is rá a videó fő témájára, ami nem más, mint hogy igen, öcsém karakterén vagyok jelenleg, mert gemet fogok neki venni, hogy megvegyük neki a pesztő. Azt hiszi, hogy nem fog gemet kapni, és ki kell farmolni a pest, de nem, hogy neki ez fizer legelején rögtön meg legyen a pest, ezért most feltöltök a karakterére gemet, és ki fogjuk nyitni a ládákat. Van egy pár láda, amit ki fogunk nyitni, ezt a 10 ládát fogjuk kinyitni, meg ugye a pesztes ládákat, mert mindjárt megveszem neki a gemet. Nézzük meg, hogy öcsém hogy fog reagálni arra, amikor kiderül, hogy gemet kapott tőlem ajándékba. Viszont egy fontos dolgot még itt el kell mondanom a videó elején, minden más, hogy ki van itt alattam írva egy feliratkozó cél, tehát mindenféleképpen nyomjátok meg a feliratkozás gombot, és a napi feliratkozó célt azt érjük el. Annyira közel vagyunk a 70 ezer feliratkozóhoz, és annyira hálás lennék, hogy elérnénk a 70 ezer feliratkozót. Érdekes, hogy meg emelt, adj cserébe nekem egy feliratkozást, tényleg nagyon-nagyon sokat jelent, hogy a feliratkozol. Nagyon hálás vagyok érte, illetve nyomj hatalmas lájkot, vagy kövess be Instagramon, link a leírásba, vagy használd a Fortnite Support Creator kódom szintén a leírásba, de akkor szerintem vegyük is meg öcsémnek a gemet, és nézzük meg a reakcióját, majd nyissuk ki a ládákat, addig is én elmentem, és hívom ide az öcsémet. Na bocsánat, itt vagyok egy rövid kis megszakításban, öcsém 2 percen belül itt lesz, és azt mondtam neki, hogy jöjjön és nyissuk ki a ládákat, szóval azt mondtam neki, hogy csak egy sima leállítás videó lesz, de valójában értelemszerűen best vásárlós videó lesz, szóval mindjárt meglátjuk, hogy hogyan fog reagálni, illetve mondom, öcsém most azt hiszem, hogy sima videóba fog jönni, szerepelni, szóval át van verve. Na. Sziasztok srácok! Itt vagyok ismételten egy újabb videóban, a mai videóban bizony nem vagyok egyedül, mert itt van velem az öcsém. Sziasztok! És ma ládákat fogunk nyitni öcsém karakterén. Szóval azt mondom, hogy vágjunk is bele a leállításba, öcsém az öcsém karakterén van, én a sajátomon. Ágó, nézz körül egy kicsit a karaktereddel, így ládák tekintetében, hogy mennyivel több ládád van, mint eddig, vagy esetleg más dologból van több, mint eddig. Nézd egy kicsit körül a karaktereden. Ládából ugyannyi van, még tegnap szereztem egy kicsit. Érdekes. Ez felettébe érdekes. Akkor mi lehet, mi változott a karakter? Mivel elkezdenénk a lájítást, kicsit térjünk rá, hát érted, nekem változott ekkora minden itt a videózásban, akkor nézzük, hogy neked mi változott a karaktereden. Mi az, ami változhatott? Mi lehet? Múltkor skin kaptál, amikor ugyanezt mondtam. Mi lehet, ami most? Mi történhetett? Vajon? Látom. Na mi az? Ebben nem vagyok biztos. Na mi az? Szerintem a gem változott, de nem vagyok biztos. Csap ki a pest, gyerünk! Menjen! Menjen! Gyerünk! Na? És megvan. GG! Megvan! GG! És pont meghív egy gyerek! GG! Na akkor kezdjük is el kinyitni a ládáit Ágostonnak. Ágoston, örülsz neki, hogy megvan a pest? Igen. Mennyire? 1-től 10-es kellem, mennyire örülsz a pestnek? Hát nem láttam még nagyon a pest tartalmát, hogy mi van benne. Meg ugye, de most nem hiányzott annyira sok gem hozzá, tehát most nem olyan sokat kellett hozzávenni. Igen, mert 160 van egy ennyi. Ne, 135. 130. Igen, így van. Na, de remélem azért örülsz ennek. Igen, nagyon örülök. Mindig szeretek ajándékozni neked. Na, de akkor azt mondom, hogy kezdjük is a kinyitni a ládákat. Én kinyitom mondjuk a ládák felét, utána te nyitod. De várjál, még nyissuk ki az előző season ládáit. Oké. Először én nyitok pár darab ládát. Nyiss ki a hármat. Nem, a fejét kinyitom a ládáknak. Utána fogja Ágó nyitni a ládákat. Jó. Na nézzük, hogy mit nyitok, Nani. Én addig nem látom igazából, hogy mi történik. Ágoston nem lát most sok. És hogyha lehet, hogy jobbra fogok nézni, akkor azért van. Na nyissuk tovább a ládákat. Van az utolsó tavalyi Big Boss, vagy előző season-i, nem is tavalyi. 2-es a láda sajnos, ami nem túl sok. Sprout, illetve egy kis Edgar, amit nyitottunk a mai ládából. Visszamegyünk a mostani season passhez, illetve megnézzük. A shopba is van láda, azt is kinyitjuk. És az is 2-es Edgar, illetve hol lehet, amit nyitunk a mai ládánkból? Hát jó lenne egy új karakter. Powerpoint-okat nyitni amúgy. Itt a skin. Wow, és meg is van a skin. Yes. Megvan a skin. Na nyissünk egy big boxot. Nézzük, mit rejt a láda. 3-as. Viszont elég sok a gól, tehát valószínűleg nem lesz benne semmi érdekes. Így is van. Ajjajjaj. Sajnálatos módon. Mondjuk én kinyitom a 4-es szintig a dolgokat, és utána Ágostoné. Jó, nyissad. 2-es, sajnos ez sem túl érdekes, viszont itt egy
Big Box, nézzük, hogy az mit rejt magában, jó lenne, ha esetleg ő már beadná, de sajnos ez a Big Box sem hozza a szerencsét egyenlőre számunkra. Ha nem vagy szerencsés. Lesz. Nem, egyenlőre én nem vagyok túl szerencsés, mert se egy gadget, se egy Star Power nem érkezett. Van Ágónak, meg a van a 10-es szinten. Igazából nyissuk ki mind a két meg a bosszat Ágoston, azt mondom, hisz ha már rövé a PES. Na nézzük, hogy Ágoston mit fog nyitni. Én viszont látom, hogy Ágoston mit nyit értelemszerűen. Én látom. Kezdjem innőt? A haszpén nyisd ki szépen. Pin. A pin. Na nagyon nézzük. Lefelé nézek, hogy csináljuk valami. Nyugodtan nézesz lefele. Szedom meg a box, menjen meg. Jöjjön a mega, nézzük a megát, nézzük. 7-es, 6-os, bármi ilyesmi. És 6-os mega, yes, ez na nézzük, gyerünk. Legalább egy gadget. Kezdjük, jó lesz Colette, én azt mondom. Colette, annak örülök. Jackie, ő se rossz szerintem. Ő se rossz. Sprout. Nem szoktam. Edgar, nem szeretem. Na és most jön az érdekes rész, nem, nézzük. Ezután. Ott villog, nagyon jó. Nézzük meg. Gadget. Nem baj, de a gadget is jó. Annak viszont örülök. Ez egy jó gadget. Annak okay, viszont nyissuk tovább a dolgokat. Itt jön a Big Box. Jó, 3-as. Nem hiszem, hogy ez be lesz bármi érdekes, nem. Sajnos. De Mr. P. Mr. P. az mondjuk, ami nem rossz. Sprout-at eddig igen, minden ládában volt. Igen, minden ládában volt. Alig tudsz PowerPoint-ot, nincs csak pár karakteret, 6-7 karakteret. 15. De sajnos ez kis láda Edgar volt. És nem lehet benne. Na, nézzük a Big Box-ot. Nézzük a Big Box-ot. És? Valószínű túl sok, ez igen. Ez lesz sem, mert 2-es Big Boxban nem hiszem, hogy fogsz nyitni. De már nyitottunk, emlékezz elő, a videó, előző videókor. Igen. Igen, 2-es volt. Hiszem. Nézzük. Hát ez megint túl sok. Igen. Ez sem sajnos. Na nézzük a következő lehet, hogy van az mit rejt magában. Egy kis pénz. Gold lesz. Utolsó előtti láda? Igen, utolsó előtti láda. Hát ha ő meghozza a szerencsénket. Utolsó a szerencsénk. Utolsó láda. Nézzük, hogy vajon csak egy gadget lesz-e a mai videó tartalma. Boom. Vagy pedig ennél érdekesebb is. De nem sajnos. Semmi. Viszont most el fog menni öcsémmel egy pár mérkőzést játszani. Szóval, beugrunk egy pár darab. Van valami, nem jutottál ki? Mi? Egy mega még hozzá. Hoppá, az ott maradt meg. Itt helyettük volna. Az ott maradt meg a legendája, ami sajnos csak 5-ös. Nem hiszem el. Hát kicsit szomorú, de nem vészes. Nézzük. Lou, illetve mivel zárjuk a ládanyításunkat? Jackie. És Bilog. Bilog az 5-ös mega. Az ott felejtett 5-ös mega box legendája. Hát pedig mekkora lett volna ebből kinyitni egy új karaktert. Nem hiszem el. És villogott, kétszer is villogott. Igen. Be is töltöttünk az első mérkődésbe. Nézzük meg, hogy vajon itt hogyan tudunk teljesíteni. Öcsém már egyben is hozza az első gyilkosságot, és már is van 2 darab Power Cube-unk, ami ezen a pályán kifejezetten magas számnak számít, azt kell, hogy mondjam, hiszen ezen a pályán nincsen Power Cube. Nagyon-nagyon szép! Öcsém megint hozza a gyilkosságot, nagyon-nagyon szép, közökröm kapja a heal-t. Ez nagyon erős kombó. Nagyon, ez tud működni a dupla poison, azért az idegesítő lehet a többi ember számára. A 3 Power Cube-os kérdés szerintem nem rossz. Amit meg kéne nézni, hol lehetnek a többiek. Én ezt a bokrot csekkolom, nem nagyon láttam most senkit. Valószínűleg ez is üres. Oké, ott láttam egy méhes gadgetet, te is láttad, nem? Igen. Oké. Azért próbáljuk megtartani. Nani, ki van vele? Így van, Nani. Szerintem Nani. Itt is van egy team, nem kapta sajnos. Kapta a méheske. Beugorjak Raniékra? Hát inkább a Sprout, nem tudom. Rátok mindegyikre. Van gadgetem. Nanira nem biztos, hogy megéri ráugrani. Ráugorjak rájuk. Kapod közben healed, ha menjél, de úgy, hogy közben healed van. Nagyon jó, az meg lesz? Egyik megvan. Kapod a healed. Vagy ez nagy lövése van. Kapta, meghalt. Az már vár, meghalt. Á, nem tudtam belöpni a killt, sajnos. Erre ott van kint egy viharban, verjél, megyek érte. Gyere, itt van elég erős team, Edgáros. Gyere, gyorsan. Jó. Kapta yes, ulti ránk fog ugrani. Kapod a healed, meg kell ölni az Edgárt. Meghalt. Jó, Nanira fókuszálj át egyből. Jó, Nanira ráugrok. Ugat, várj, kapod a healt. Nem érek el heal-lel. Megvan, szép, GG. GG, ez gyönyörű. Ott is van egy gyönyörű győzelem. Menjünk még egyet, mert szerintem jók vagyunk így együtt. Igen. Mert hogy vajon itt mi fog történni. Ugyanaz a csapat felállásunk, mint igen. Eddig. Ott egy elpirumot lehet büntetni. Tudom, kapta. Szerintem ezt feladta. Jaj, köbbi meg egy Mortis. Jaj, ne! Sebezni. Kapta tőlem megint. Jó, én nem tudok bemenni. Ott öltem egyet közben. Ellopta. Ott én öltem egyet, gyere. Én is öltem egyet. Jó, szép. Beloptak. Figyelj, ezt benne ellopják legalább az enyémet. Megvan az első Power Cube-unk. A Max sajnos nem kaptam. Ne, egyszer kéne eltalálnom. Itt a Sandy kaptam. Jó, én itt a Max-et próbálom, amíg szép. Nem születik meg a csapattal. Max született, bajba vagyunk.
Gyere egy kicsit ebből, ne kapjunk third partyt. Ez ne legyen az, hogy egyszerre két team kell. Igen, az jó lenne. Ez így jó, tartsuk ezt a pozíciót, ez elég jónak tűnik egyenlőre. Itt, itt a Sprout bácsi. Igen, ő nem egy jó ellenfél, majd endgame-be kell őt megölni. Jaj, Anani! Középről arra nagyon örökkel figyelni, kapod a healt. Oké, ez egy power cube, ez nem sok alapvetően, de ezen a pályán érted, egy power cube nem számít kevésnek. Nem, mert ez... Kapta a Rico tőlem. Tőlem kapták nagyon. A megsajnálom. Bele tudok ugrani, még ne. Á, megint nem, jó halt. Szent... Ráugrok! Oké, én adom a healt meg a Áj, de szép! Kapta tőlem, kaptad a healt, ő meg kapta a sebzést, max HP-val kinyírtuk. Szép volt. És shieldet sem nyomtam el. Nem is kellett, ezt én elnyomtam az ultit. Ott lesz a babokarba, vigyázz. Nem? Tévedtem, bocs. Oké, kettő power cube-ünk van, top 3, nem tudok healelni. Ne, megszületik! Oké, időbe jött a heal, és meg is öltem közbe. Á, ráugrok, meghal. Az meg lesz. Szép. Kapod a healt. Top 2, ah, gyerünk Ágó, nyerjük meg ezt is. Erre óvatosan. Ben van, vannak. Nani van, Nani. Igen, Nani, tudom én is. Nani. Nekem kéne ezen bepíkelni valahogy, de az, ahon, igazából a falak miatt nem nagyon tudok rájuk píkelni, az a gond. Nekem még van egy darab shieldem. Oké. Mert eltáltam, egy power cube-osak. És egy, hogy hívják? Egy, mi kapta az? Kapta tőlem is, az meg fog halni annyi poison-től. Így is van. Mortis kapja. Jó, megnyertük. Meg is van, GG. Ennyi. Nagyon az gyönyörű volt. Nagyon-nagyon szép volt tényleg. Na még egy utolsót én azt mondom, nyomjunk. Nézzük meg, hogy vajon ott is hasonlóan jól fogunk-e teljesíteni, és ott is el tudjuk-e hozni a győzelmet. Remélhetőleg igen. Reméljem. Már tör, forog is a kerék, és már be is töltöttünk a meccsünkbe. Ugyanez a felállás. A Jesse-ékre igazából rámehetünk, bár veszélyesek lehetnek. Igen, hogyha pattint, akkor meghalhatunk. Nem kapta pont. De vigyázott a csapattársa. Tudom. Ú, kapta. Tőlem még nem. A dupla poison, ha betalálsz, nagyon-nagyon... A pokolyék, nem tudom honnan... Ah, ezt nem figyeltem arra, hogy valaki bement a középső bokorba. Nem baj. Igazából ezen a pályán megéri meghalni, csapattársnak felvenni a power cube-ot, aztán újra születni, mert akkor a nullából egy power cube-otok lett. Megyek rá közel. Hát, túl késő volt. Kapod a healed. Most egész sokat kaptál volna, nincs rajtad a heal. Igen. Rendszer azért igyekszek folyamatosan. Jön a pokóra. Megint ugyanazt megpróbálja. De jó, mert tudom őt dimincselni, úgyhogy... Kapja. Nagyon kapja. Halt! Megbosszultuk, na eddig jó volt. Pokó kétszer ugyanazt azért csak nem játsz el, érted? Ha bulla lenne, vagy Shellyvel... Rájuk ugorjak. Ugrok! Kapod a healt, amennyire tudom minden adni. Nem nagyon. Próbáltam. Nem, ő is meghalt! Megöltem azt is. Szép. És rögtön mások. Nekem nem lehet volna szabad meghalnom. Én azt akartam, hogy Max levelem mindkettőt, le tudtam volna. Jó, ezt elrontottuk. Nem baj. De viszont ez a mai videó ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmeteket, legyetek jók. Holnap találkozunk egy újabb videóban, addig is velem tartás, kommentelés, nem meg persze a legfontosabb, amit a végére hagytam. Feliratkozás. Így van. Tényleg mindennél like. Többet jelent egy feliratkozás. Szóval pörgessétek fel, én Nándorjá voltam, és a végszó az, hogy na! Sziasztok!